a Harry James Pottert, és Edward Cedric Anthony Massenkullen Grigoryt, a mint a 14. Roxmort körzet fiú és lány képviselőjét. Te vagy a kapitólium vezetője, jöttél ugye a jelöltekhez. Van egy Harry-nk, van egy Cedricünk, és van egy karamell miniszter úrunk. Mehet! Üdvözlöm, ez is miniszter úr. Jó, hát, nyilván remek. Harry Potter. Ugye, Cedric Grigory. Tudja, én nagyon örülök ennek. Hát én is örülök, hogy láttam újra. Szóval, hát ez úgy sikerült. És ő lesz a lány. Tehát akkor hogy is fog történni az egész? Tehát mit kell majd tenniük? Ez úgy történt, hogy valószínűleg valami hiba került magába. Sajnálatos hiba. Ő lesz a lány. Mit van félre? Figyeljen ide. Hogyha valami... Valaki akármit akar mondani, hogy önnek mennie kell, mert ez a törvény, stb. De én megoldom. Ha kell, tehát hogy fontos, amit is kell majd csináljuk, mert ugye ez még most először fordul elő a praxis maradt. Igen, ez egy hiba, ezt majd újra fogjuk sorsolni. De nem, hogy ő lesz a lány. Itt valami félértés van. Elküldöm én őket, de fontos, amit is kell csinálniuk. Hát főleg bármik lehet a lány, tehát ez nem érdekel. Igen, de azért... Főleg a reklám tudja, még újra kell engem választani. Az egy dolog, de most... Ez a harcról szól. Most mit tenne a választásának az? Olyan büszke vagyok. Majd harcolsz később. Olyan büszke vagyok. A harcra elkezdik sírni. Igen. Egy megvan. Hát egy feladom, ugye? Simán. Jó. Ezt megmondta, hogy szóval ki? Szóval majd harcol később. Olyan büszke vagyok. De ezt... ki esti? Ja, megyek ki. Igen, megfejtett. Azt kérdeztem, hogy folytassam azt, hogy igen. Hát nem. Egy eltűnt. Igen. Engem kiküldtek, mert sokat sírtam. Igen. Szóval figyeljenek. Megoldjuk, ez csak egy hiba. Ön nem lesz a lány, nyugodjon meg. És ön sem. Majd újra fogjuk sorsolni az egészet. Itt valami félreértés van. Hát, önnek miért jó az, hogyha ő lesz a lány? Sajnálom, az úgy nem mehet. Nem, én tudom. Nem az, hogy jó, de kell egy fiú és egy lány. Igen, de ezt újra fogjuk sorsolni majd, rendben van? Ő lesz a lány. Itt valami félreértés van. Sorsolni fogunk. De ő lesz a lány. Igen, ezt meg fogjuk oldani. Itt valami félreértés van. Te, hogyha azt mondom, hogy sorsolni. Nem. Itt valami félreértés van. Hát itt valami félreértés lesz. Az biztos. Jó, a hibát megpróbáljuk megoldani a minisztériumban. És újra sorsolunk. Ő lesz a lány. Itt valami félreértés van. Lehet, hogy újra fogjuk. Itt valami félreértés van. Ő lesz a lány. De... Itt valami félreértés van. Ennel, figyeljen. Hogyha... Seged elvezzen nekem! Ne higgyen neki! Ő lesz a lány! Ne! Itt valami félreértés van! Segítsek! Egy picit, icipicit. Oké. Okay. Szóval Harry verbális dologra reagál. Azt immel. Még Cedric viszont mozgásra mozgat, reagál. Mozgat, igen, az is. Jó, pontosan. Itt valami félreértés. Igen, ez így nem mehet tovább. A sorsolást újra kell kezdeni. Ő lesz a lány. Itt valami félreértés. Újra kezdjük. Értette? Igen. Az egész sorsolást. De akkor is ő lesz a lány. Ha ez bekerül... Mondom, hogy sorsolás akkor, nem? Nem. Nem. Ha bekerülne a tévébe ez a közvetítés, hogy fiúként és lányként kisorsoltunk valakit, ő lesz a lány. Ez így nem megy. Itt valami félreértés van. Igen, azt én is észrevettem. Itt van egy félreértés. Jó, ha rázom a fejem, akkor. Talált! Végre. Következő. Már csak egyel kell. Már csak egyel merre kell megküzdened. Szóval. Nagyon sajnálom, ami történt, de még mindig ő a lány. Nem, nem lesz ős a lány, nem lesz magas a lány. Érted? De ő lesz a lány. Nem fogja
rájönni. Gondolkodj! Segítsünk! Beszéljél! Maga hülye? Nem. Akkor nem kérdés. Jó, rendben. Ha ön ennyire ragaszkodik ahhoz, hogy ő lesz a lány, akkor maga lesz a férfi. Őt valahogy beöltöztetjük. Nem lesz új sorsolás. Jó, de akkor is ő lesz a lány. Segítsünk! Egy picit! Süsü a sárkány! Ő lesz a lány. Súlyos hiba! Ő lesz a lány. Ó, azt a sündörgő, tudod mi lesz? Ő lesz a lány. Jó, S betűs szó.